Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható július hónapban a mérleg jegyében születetteknél? Először megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Az indiai asztrológia szerint a nap július elején még az ikrek jegyében van, utal a havi témára, megvilágít valamit, itt kommunikációról van szó, kapcsolatokról, tudásról, tanulásról, vagy kisebb utazásokról. Mivel az ikrek jegye a levegő eleméhez tartozik, és a mérleg jegye szintén a levegő eleméhez tartozik, itt megvan ez a harmónia. Merkur bolygó és Vénusz bolygó a bika jegyéből hat, ez olyan távolságra van a mérleg jegyétől, ami bizonytalanságokat vált ki, különösen amikor kommunikációról vagy szerződésről van szó. Viszont Merkur bolygó július elején a határon van, tehát elbúcsúzik a bika jegyétől, és áttér az ikrek jegyébe, akkor javul a helyzet, könnyebb lesz minden, lesznek kapcsolatok, előnyös szerződések. Ami Vénusz bolygót illet, az kihat ránk hölgyekre, itt van egy kis bizonytalanság, különösen ami az anyagiakat illeti, vagy a szerelmi élet területén megvan ez a kívánság, hogy legyen egy stabil párkapcsolat, és mégis vannak olyan pillanatok, amikor ez a hatás elbizonytalanít téged. Mars bolygó az a kos jegyében mozog, az szemben áll, itt tükröződik valami, elgondolkozhatsz azon, hova fektesd be az erődet, ez lehet egy új kezdet. De Mars bolygó jelentheti a lelki társadat is, és itt is tükröződik valami, kell a belső egyensúly, és itt van bizony egy arany szabály, ne túl sokat, ne túl keveset. Jupiter bolygó olyan távolságban áll a mérleg jegyétől, ami szintén bizonytalanságokat vált ki, különösen, amikor egy bírósági ügyről van szó. Szaturnusz bolygó kihat a sors útra, a vízöntő jegyében mozog, és mivel itt is a levegő eleméről van szó, ez lehet egy sorsdöntő kapcsolat, változások, döntések, ami előnyös, hiszen a vízöntő jegye és a mérleg jegye harmóniában áll egymással. Július 13-án teli hold van, és Nunki csillag hatása alatt áll. Ez utal egy helyre, ami erőt ad számodra. Ez lehet a hivatásod, lehet a párkapcsolat, vagy a lakhely. Július 28-án új hold van, ez jelenti a visszahúzódást, meditálj valami felett, különösen, ami a kapcsolatokat illeti, esetleg egy továbbképzést. Július 29-én Jupiter bolygó megáll, utána visszafele halad, itt megállnak az események, ez lehet egy bírósági ügy, ahol még át kell vizsgálni valamit. Azt is jelentheti, hogy valaki gondol rád a múltból, visszatér hozzád, és ez szerencsét hozhat számodra, hiszen Jupiter bolygó az a szerencse bolygója. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák, ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást, a díjam 3500 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen. Ez a férfi a lelki társad, vagy jelenti a férfiakat. A fölötted lévő kártyák, vagy az ő feje fölött lévő kártyák
utalnak a gondolatokra. Ami téged illet, itt a téli hónapokban voltak problémák, nehézségek. A felhő azt jelenti, itt valami átláthatatlan volt számodra, de így július elején kisüt a nap, világosan fogod látni a dolgokat. Ami a parkot jelenti, hogy meg lesz az elismerés, a nyilvánosság, az is lehet, hogy kiderül az igazság, nyilvánosságra kerülnek ezek a dolgok. Előtted látható a ravasz róka és a koporsó. A ravasz róka lehet hamisság a környezetedben, de ez elmúlik, hiszen a koporsó lezárja ezt a témát, vagy lezárja ezeket a kapcsolatokat. A ravasz róka azt is jelentheti, hogy rossz irányba tekintesz, hiszen itt le kellene valamit zárnod a múltból. Vagy vannak negatív gondolatok, mint például, ó, ez úgysem fog sikerülni, vagy negatív érzelmek, mint például félelmek, vagy bizonytalanságok. Amire még számíthatsz, hogy valaki visszatér itt a múltból, hiszen itt látható a mozgás, és ami a múltat illeti, itt megjelenik ez az ostor, tehát ez a személy megbántott téged a múltban. Vagy az is lehet, hogy ilyen szándékokkal közeledik újra hozzád. Ne bízz ebben a személyben. Mivel a mozgás alatt itt látható a virágcsokor és az utal nőies energiára, én úgy mondanám, itt egy nőről van szó, itt látható a barátság, a hamis barátság, tehát egy hamis barátnőről a múltból. De te átlátsz a dolgokon, hiszen kisüt a nap, látni fogod az eseményeket, és mivel kihat az érzelmeidre is, vagy hallgatsz a belső hangodra, az intuíciódra, le fogod zárni ezt a kapcsolatot. Itt nincs esély. Ez nem csak a koporsó, ami jelenti azt, hogy ez a kapcsolat le lesz zárva, hanem itt megjelennek az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek felfalják ezt a kapcsolatot, és ez a nő eltűnik az életedből. Amit az egerek még eltávolítanak, itt a férfi előtt megjelenik a virágcsokor, és az utal a szépségre, az ápoltságra, mivel az egerek ezt is el tudják távolítani, ez a férfi nagyon-nagyon bizonytalan, és úgy gondolja, nem néz jól ki, nincs mozgás, lehet, hogy kövérebb, mint korábban volt, tehát nagyon bizonytalan a külseje miatt. Mivel a fölötte lévő kártyák utalnak az ő gondolataira is, és itt megjelenik fölötte a ravasz róka, lehet, hogy ez is egy rossz gondolat nála, hiszen nagyon bizonytalan, és úgy gondolja, hogy ő nem tetszik neked. Holott keresi itt a kapcsolatot veled, itt van a barátság és a hűség, megjelensz te a gondolataiban, és a nap az jelenti a vonzó erőt kettőtök között. Az is lehet, hogy úgy beszél veled, mint egy barátság, de ezek hamis információk, erre utal a ravasz róka, tehát nem beszél szerelemről, nem beszél párkapcsolatról, hanem úgy beszél, mintha a barátnője lennél, holott itt a hold azt jelenti, itt megvan köztetek a vonzalom mély érzelmekkel. De nem meri kimutatni az érzelmeit, mert ő maga nagyon bizonytalan. Itt a torony
az jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet. Mellette megjelenik a hegy, itt vannak még problémák, hiszen itt valami még átláthatatlan. De azért légy magabiztos, hiszen itt kinyílik egy új ajtó, új lehetőségek, itt a hajó jelenti a reményeket, hogy itt lesznek változások, meg lesz újra az életerő, tisztázódik valami, különösen ami az anyagiakat illeti, hiszen a halak jelentik a pénzt. És a halak mellett ott van a négy levelű lóhere, és az nyereményeket jelent. És itt kinyílik ez a lehetőség, ez az ajtó számodra. Az utak jelentik a döntéseket. Itt anyagiakról van szó, változásokról, ami a szerelmi életet, vagy a munkát, a hivatást illeti. De légy zárkózott, ne beszélj a terveidről, arról sem, hogy hol van itt befektetés, a könyv jelenti ezt a zárkózottságot. Persze, a könyv jelentheti a te tudásodat is, vagy továbbképzéseket, ahol változások vannak, beszélgetések, és a kígyó jelenti a mellékutakat, vagy egészségügyi témákat, lehet, hogy ezen a területen lesz a továbbképzés. De ez a kígyó lehet egy hölgy is. Tehát a könyv jelentheti a tudást, a továbbképzést. Itt a gólyák jelentik a változásokat. A gólyák alatt megjelenik ez a gyermek, az lehet egy kisbabának a születése is. Ami a keresztet illeti, az jelenti a te hitedet, vagy egy spirituális területet, de változásokat is. Amikor a sors utatok itt kereszteződött, és itt szerelemről van szó, erre utal a szív, és itt tisztázódik valami, lesz egy új kezdet. A halak nem csak a pénzt jelentik, hanem a belső értékeket is, hogy te vagy értékes számára, vagy ő értékes számodra, és a hajó jelenti ezt a reményt, de a hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat is, ez az utazás lehet egy belső út is. Amit a kereszt még jelenthet, hogy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, és itt vannak a változások, ami számodra és számára is erőt ad. A szerelmi élet területén a munkát, a hivatást illetően is. Ahol még döntések, esetleg szerződések lesznek, itt az utak, a lehetőségek, a kereszt jelenti a döntéseket, a gyűrű utalhat szerződésekre, és itt megjelenik ez a ház. Ez lehet változás a családot illetően, vagy lehet költözködés is. A fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni, és itt van az otthonod. A fa jelenti a szép környezetet is, vagy egészségügyi témákat, ugyanúgy, mint a kígyó. Ez lehet az ő hivatása, lehet a te hivatásod ezen a területen. De jelentheti azt is, hogy a családban valaki beteg, és mivel itt megjelenik a kasza, ez jelenthet operációt is. De lesz gyógyulás, lesz javulás, hiszen a gyermek utal erre az energiára, és itt ez a kála virág jelenti azt, itt kitisztul valami, rendeződnek a dolgok. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét július hónapban itt látható. A téli hónapokban történt valami, emiatt valami átláthatatlannak tűnt.
Július elején kiderül az igazság, kitisztul valami, tisztán látod a dolgokat, itt megvan a nyilvánosság, az elismerés, és ügyelj a saját érzelmeidre. Az érzelmek alatt itt van a ravasz róka, az azt jelenti, hogy néha vannak félelmek, bizonytalanságok, tedd át ezen most magadat. A hold jelentheti az anyukádat is, és mivel itt van a ravasz róka, jelentheti azt, hogy nem bízhatsz benne, vagy az ő környezetében vannak hamis személyek. Hamarosan kinyílik számodra itt egy ajtó, ezek a lehetőségek, és lesz itt nyeremény, az anyagiak nagyon jól néznek ki itt a képen, lesznek fontos döntések, de ne beszélj az anyagiakról, ne beszélj a terveidről, légy zárkózott, légy titokzatos. Ez a könyv jelenthet tudást, vagy tovább képzést is, és akkor itt fontos döntésekről lesz szó. Második hét, július hónapban, ha te egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban, ez a férfi gondol rád. A téli hónapokban voltak korlátozások, hamisságok, ez most lezárul. Lesznek változások, fontos döntések, előre mennek az események, itt van a remény, ez lehet külföldi kapcsolat, utazás is, és ezek a változások adják számodra az életerőt. Harmadik hét, július hónapban itt látható, valaki közeledik hozzád, de ez a kapcsolat olyan átláthatatlan, tehát nem nyitott szándékokkal közeledik, hanem szeretne téged megbántani, megsérteni. Ez egy hamis nő a baráti körben, a környezetedben. De szerencséd lesz, hiszen átlátsz itt a dolgokon, lezárod ezt a kapcsolatot, és az egerek segítenek neked eltávolítani ezt a helyzetet, vagy ezt a szemét. De lesznek szép kapcsolatok, beszélgetések is, megtalálod a helyedet az életben, ez szerencséd hoz. A csillagok jelenthetnek egy spirituális területet, itt a fa a gyógyító erőt, és lesznek változások, ez a könnyűség a párkapcsolatot illetően, és a hivatásodat illetően is, és itt vannak a beszélgetések. Utolsó hét, július hónapban itt látható. Ő áll a középpontban, gondol rád, barátilag közeledik hozzád, de itt szerelemről és nem barátságról van szó. Lesz egy kellemes meglepetés, de ő bizonytalan, ami a külsejét illeti. Ezért nem mer érzelmekkel, szerelemmel közeledni hozzád. Itt lesz egy fontos hír vagy szerződés, és itt az otthonról van szó. Vagy az ő otthonáról, vagy a tiédről, vagy egy közös otthonról. Itt a környezetében megjelenik ez a kígyó, ez jelentheti a gyógyító erőt, lehet, hogy ez a hivatása, de jelenthet egy nőt is, aki beteg, de lesz javulás, és a gyermek utalhat gyermekekre, egy kisbabának a születésére, de jelent egy új kezdetet is a szerelemben, a munkát illetően, ami a családot vagy ezt a betegséget illeti a családban, itt kitisztul valami, és javul a helyzet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!